A Kaposvári és a Pécsi Egyházmegye területén működő cserkészcsapatok által megrendezett kerületi nagytáborba a 10 évestől a középiskoláson át az egyetemistáig, illetve még öreg cserkészek is ellátogattak. A kis cserkészek sem akarták ezt a jó lehetőséget kihagyni, hiszen itt sokat lehetnek együtt, és közösségformáló ereje is van egy ilyen 10 napos tábornak. Én a 673. számú fiús cserkészcsapatba járok, és azért lettem cserkész, mert szeretek így kint játszani a többiekkel, meg a természetben lenni. És a barátaim is cserkészek, ezért én is azt lettem. Már egyszer volt külön a tízesekkel is programunk, és a tábortűzi játékok szoktak a legjobbak lenni. A 6. Dél-Dunántúli cserkészkerület 5. alkalommal rendezte meg a tábort. Baranya, Somogy és Tolna megye cserkész csapatai táboroztak 10 napon át a Szentegáti erdőben. Csak nem 1000 főre duzzadt a tábor létszáma, ugyanis a hétvégére családosok és idősebb cserkészek is kilátogattak. A 10 napos tábort 3 napos előtábor előzi meg. Ilyenkor építik, alakítják ki például a konyhát, az étkezőt. Minden nap állandó programjaik is vannak. Minden napot egy ilyen reggeli szertartással kezdünk, ahol felvonjuk a zászlót, a magyar zászlót, elénekeljük közben a himnuszt vagy a szózatot, utána imával folytatjuk, és ugyanezt este is megismételjük. Ez keretezi a napunkat, ez mindig fix program. Nagyon fontosak a játékok, rengeteg játékunk van, tömegjátékok, egyéni játékok, és ami még fix, az ilyen tábortüzek esténként, amikor népdalokat éneklünk, népi játékokat játszunk, és nagyon jó hangulat szokott lenni. A dunántúli cserkésztáborban Varga László kaposvári és Felföldi László pécsi főpásztor mutatott be szentmisét, amelyen a két egyházmegye papjai, papnövendékei is részt vettek.